Ő mondta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelven őket az atyának, a fiúnak és a szentlélek nevében, és tanítsátok, hogy az én parancsolatot megtartsák. És veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezt kívánom, hadd legyen jelszó, köszöntés, bátorítás a most indulóknak és az ezután tanulni vágyóknak. Isten áldja meg a mi ünnepünket. Nincsenek itt mind a 89-en, akik ebben a tanévben diplomáztak. Vannak, akik már átvették a diplomájukat, és néhányan majd később fogják átvenni. Azért a szociális lelki gondozó specializációt választottam, mert a perifériára szorult embereknek, illetve azoknak az embereknek szeretnék segítséget nyújtani, akik szükségben vannak, és nekik szeretném megmutatni azt az utat, ami az igazi gyógyulás felé vezet. Mi az, amit ön szerint ön fog kapni ettől a néhány évtől? Már most nagyon sokat kaptam, pedig még csak most kezdődött el a tanév. Úgy gondolom, hogy hitben is növekedhetek, illetve egy olyan plusz irányultságot kaphatok, olyan rálátást, amivel a tudás mellé még pluszban egy lelki töltetet is tudok tovább közvetíteni ezek felé, az emberek felé. Győri Kolos. Most már 11 éve az, hogy egy imádságom végén hallottam egy hangot, ami azt mondta, hogy tanuljak a teológián. Én nagyon szerettem volna más irányba tanulni, de úgy gondoltam, hogy Istennek van az életemre való terve, ami lehet elég konkrét, annyira, hogy megmondja, hogy melyik egyetemen tanuljak. Nem azt mondta, amire én számítottam, én máshova szerettem volna eredetileg menni, de az a hang, ami először azt mondta, hogy menjek teológiára, az elmúlt 11 év során változtatott és formált annyit az életemben, hogy most azt érzem, hogy a helyemben vagyok, és azt a szerepet töltöm be, amit Jézus és Isten nekem szánt, amikor engem megteremtett. Az Isten igéje az nem csak egy száraz könyve, nem csak szakirodalmak összessége a teológia, hanem Istennel való kapcsolatnak a megélése. Jó volt azt látni a tanárainkon, hogy nem csak beszélnek erről, hanem meg is élik azt, amiről tartják az órákat, és nem csak más teológusoknak a munkáiból tudnak idézni, hanem a saját életükből is tudnak olyan példát hozni, amiben látható az, hogy ez az ő életükben már megvalósult. A 2020-21-es tanévnek a végén professzor dr. Almási Tibor nyugállományba vonult. Ő 25 éven keresztül állt teológián élén, és végezte a szolgálatot. Ebben a helyzetben a fenntartó Magyarországi Baptista Egyház országos tanácsa engem választott meg és nevezett ki megbízott rektornak, mert a új rektornak a megválasztása, sivatalba lépése több időt vesz igénybe. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ebben megsegített, megáldott, hogy erőt adott ennek a végzésére, milyen sokat jelent az ő áldása. Sokszor az ember úgy érzi, hogy ezt már nem tudom, már nem fél be, már nem lesz rá idő, és akkor ő hozzáteszi azt a pluszt, hogy egyszer csak mégis minden kialakul, kikerekedik, rendbe jön, megoldást találunk. Ez egy újabb megtapasztalás, átélés arra nézve, hogy milyen nagy a mi Istenünk, hogy milyen nagy hatalmú, hogy mennyire érdemes benne bízni, ráhagyatkozni. Egész életemben arra törekedtem, hívő életemben, hogy az ő vezetését megismerjem, hogy csak azon a helyen álljak, ahova ő állít, ahol ő akar látni, mert ha így van, akkor azt is látom, hogy ő ott meg is segít, ahova ő állít, és addig, ameddig ő állít, mert akkor utána sem törtetni valamire nem jó, sem ragaszkodni túlságosan valamihez, hanem attól, ahogy ő indít és odállít, addig, ameddig ő jónak látja. Éves jubiláns vagyok ma, szinte hihetetlen. 1991. októberében, talán lehet, hogy napra pontosan
október 2-án volt az az első tanígynyitó ünnepség, akkor még a Bimbó utcai székházban, vagy a teológiai akadémiai épületben, ahol elkezdtem a tanulmányomat, és hát 96 őszén volt az, amikor befejeztem, illetve a lelkipásztori avatásom megtörtént. Biztos emlékszik rá, milyen érzések kavarogtak önben? Hát igen, emlékszem eléggé ezekre az érzésekre. Leginkább az öröm és a hálaadás volt már bennem akkor is, hogy sikerült végére érni egy olyan fölkészülési időszaknak. Tanáraim mindig ezt mondták, hogy ami történik belünk, mármint a teológián, az a felkészülési időszak a szolgálatra, hogy ennek a végére értem, és sikeresen tudtam teljesíteni a vizsgáimat. Olyan gyülekezetekbe kerültem az elmúlt 25 évben, ahol főleg inkább tehát egyszer kellett figyelembe venni és szem előtt tartani a gyülekezetnek a belső közösségi megerősítését. Gondolok itt különösképpen a generációk közötti párbeszédnek a fenntartását, erősítését, valamint az adott településen való missziós küldetésének a betöltését és erősítését. Ez egy elég sok energiát és erős figyelmet igénylő része volt a szolgálatomnak. Folyamatosan ebben a kihívásban is vagyok, most is ebben a gyülekezetben, ahol éppen most szolgálok. És ennek voltak olyan periódusai, amelyek nagyon könnyeden és nagyon-nagyon szépen bontakoztak ki, talán sokkal szebben, mint ahogy én elgondoltam és elképzeltem. És vannak és voltak olyan kihívásai, nehézségei, ahol sokszor éltem át olyan mély válságokat, hogy talán feladom, talán abba hagyom, talán nem csinálom, talán túl sok, amit várok gyülekezettől, magamtól, talán még a Jóistentől is. És valahogy ezeken a válságokon azért mindig sikerült túljutnom. Leginkább ezen a területen fordult egy nagyot a világ, hogy engedjem azt, hogy az Isten formáljon, miközben ezekben a feladatokban újra és újra benne voltam, benne voltunk családdal együtt, és azt hiszem, hogy talán ez az, ami egy picit úgy leszelítette azokat a fajta szenvedélyesebb időszakaimat, ami az elején jellemzett jobban. Amit én tudok kívánni, az leginkább az, hogy maradjanak hűségesek ahhoz az elhíváshoz, ami őket a teológiára hozta. Ez mindenkinek más és más területre szól. Én nekem történetesen a lelkipásztori szolgálatra szólt, és nemrég jutott eszembe a lelkipásztori avató istentiszteletemben az a szinte záró gondolatsor, amit néhai ügyintéző lelkipásztorom, Bónus Dániel, ma már nyugalmazott lelkipásztor helyezett a szívemre, aminek a lényege az volt, hadd idézem szabadon ezt a dolgot most, mert ő is így tette, hogy bármi is lesz veled, édesfiam, az elkövetkezendő években, évtizedekben te csak hirdesd az igét. Thank you.
Hogy néz ki szerintük Isten? Távoli, elváró, mércét állító valaki. Szerintem sokszor rossz vezetőkhöz, esetleg rossz szülői mintákhoz kapcsolják, én azt veszem észre, vagy pedig a hollywoodi filmekből és mindenféle különböző háttérből, forrásból hozott, teljesen a valóságtól elrugaszkodott istenképpel érkeznek a gyerekek az iskolába, azt mondanám, hogy a 90%-uk, és éppen ezért nekik ez az egész téma távoli, hideg és érdektelen, mindaddig, amíg közel nem próbálom hozzájuk hozni azt, hogy valójában milyen is az Isten. Meg lehet találni azokat az utakat, azokat a kapcsolódási pontokat, amin keresztül az érdeklődésüket felnyitjuk. Az első kérdésem az, hogy válasz légy szíves egy képet, hogy te hogyan képzeled el Istent? Megpihenetek a tenyerén, megsegít. Aha. Lehetek kis, mint egy kis madárka. Nagyon jó. Kiismerhetetlen és nyugalmat adó. Fele-fele arányban keresnek meg engem a diákok hitbeli kérdésekkel és egyéb, az élet egyéb más területeiről származóval, hát legtöbbször ugye párkapcsolati vagy otthoni probléma az, amivel hozzám jönnek. Minden Biblia óra végén elmondta, hogy ha bármi bajunk van, akkor keressük nyugodtan személyesen, vagy messengeren, vagy bárhol, és igazából úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Igyekszem nem ajtóst rontani a házba, és ugyan kötelező a Biblia ismeret óra, és az iskola logóján is ott van, hogy ugye baptista gimnázium, mégis valahogy egyfajta fiatalossággal, egyfajta lelki gondozói magatartással mellé ülni a diáknak, meghallgatni őt, és nem lenyomni a torkán, hogy szerintem ezt kéne tenned, vagy gondolnod, ugye ez nem működik. Igazából nem is kérdésem volt, hanem egy történet, ami eléggé rosszul esett nekem. Egy barátom cserben hagyott, és úgy gondoltam, hogy ő a megfelelő személy, akivel ezt meg tudom beszélni. Az esetek többségében tudok olyan válaszokat adni, amik vagy egy konkrét válasz a kérdésükre, vagy egyfajta útmutatás. Természetesen, ha olyan jellegű, akkor tudom őket pszichológushoz, pszichiáterhez, orvoshoz, vagy bármilyen más szakember kollégához irányítani. Fontos volt az, hogy egy kicsivel idősebb emberrel beszéljek erről, és hát nem tudom, annyira nincs sok korkülönbség köztünk, szóval így közelebbinek is érezhettem magam hozzá. És hát eléggé népszerű a suliban, úgyhogy szeretünk oda menni hozzá. Nagyon humoros, meg lehet vele mindent beszélni. Néha megdöbbentő, ahogy órák után sorban állnak a kérdéseikkel, ahogy megkeresnek, ahogy én csak utat mutatok és fölkínálom a lehetőséget, és egy évben általában most átlagosan 150-200 személyes beszélgetésem van órák után. Ami szerintem mutatja azt, hogy van nyitottság és érdeklődés az emberekben a téma iránt, és igenis feladatunk nekünk, lelkészeknek, iskola lelkészeknek, missziómunkásoknak megtalálni, hogy a mai 21. századi posztmodern emberhez hogyan tudnánk kapcsolódni jól, és főleg ehhez a nehéz korosztályhoz. Szerintem nagyon sok diák mondjuk nem tud annyira kommunikálni a tanárjaival, talán esetleg talán pont a korkülönbség, vagy talán nincs meg a tanár, meg a diák között a közvetlenség. És hát ez Dávid tanárul, vagy nem tudom, hát Dávid mindig azt mondja, hogy ne tanárulazzuk, mert ő nem tanár, de szóval vele szerintem tehát ez abszolút fontos, vagy hát hasznos is, hogyha egy diák rászorul arra, hogy valaki meghallgassa, valakinek el tudja mondani panaszát, kérését, kérdését. Szóval igen, van értelme. Azt vesszük észre a pszichológus kollégákkal is, de egyébként a tudomány is már a 80-as évek óta e felé haladt, hogy az embernek van egy olyan része, a spiritualitás, ami a személyiségének szerves része, és egyszerűen muszáj vele foglalkozni ahhoz, hogy valaki egy boldog, kiegyensúlyozott ember legyen. És volt már olyan, hogy a pszichológus kolléga az én segítségemet kérte, mert csak a hit
és az Istennel kapcsolat tudott segíteni valakin. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül jó dolog, hogyha egy diáknak esetleg van valami, ami mondjuk nyomja a lelkét, vagy valami problémája van, vagy esetleg valami egy nála bölcsebb emberhez szeretne fordulni tanácsért. Szerintem rendkívül jó, hogy van egy ilyen lelkész ember az iskolában. Akik megkeresik, azoknak látom, hogy megkapják a válaszukra, vagy a kérdésükre a választ. És igen. Ők látom, hogy elégedetten, akár boldogabban jönnek vissza. A valódi válaszokat nem minden területen, de az élet sok területén a Biblia, a hit, vagy az Istennel való kapcsolat adná meg. És én azt próbálom ebben a gimnáziumban a tanárkollégáknál, a diákoknál és a velünk kapcsolatban lévő családoknál elérni, hogy adjanak egy esélyt Istennek. Próbálják ki ezt a kapcsolatot, mert hogyha ez nem létezik és tündérmese, akkor nincs semmi értelme, de hogyha meg igaz, és egy lehetőség, és ez egy valós dolog, akkor az emberi életnek az egyik legnagyobb lehetőség, amit szerintem mindenkinek érdemes lenne kipróbálni, hát ha ad egy minőségi életet. Arról meg már nem is beszélve, hogyha ez az egész igaz, akkor ez az nem csak a mi földi életünkre, hanem annál azon túl is szól. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte a fiát, Jézust a megváltót, hogy aki hisz és bízik benne, ne kárkozzon el, hanem örökké élhessen együtt az Istennel. Milyen mély és magas, milyen hatalmas a kegyelmed, az irgalmad, Istenem. Tisztelettel és szeretettel köszöntünk benneteket, gyerekek, különösen az új elsősöket, és örülök annak, hogy találkozhatunk, együtt lehetünk. Köszönjük a lehetőséget, hogy szolgálhatunk ezen a településen, nem csupán a gyülekezet és a gyülekezeti közösségben lelki pásztorok, hanem az iskolai közösségben is. Tatárszentgyörgyön, Tatárszentgyörgyi Baptista Általános Iskolába, II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyen. Egyszeres mind az összes baptista iskola tanévnyitó ünnepélye volt ez az alkalom, amikor is együtt adtunk hálát azért, hogy jelenléti oktatással elindulhat a baptista iskolákban is a tanítás. Tatárszentgyörgynek a történelmére talán sokan visszaemlékeznek, akár a közelmúltnak a történelmére is. És az itt lévő kis baptista közösség lelkipásztorok vezetésével régóta azon dolgozik, hogy a település fejlődjön, a településen békesség legyen, és a település jövője is biztosítva legyen. A polgármester úrral, a képviselőtestülettel, a pedagógusokkal, az iskola igazgatóasszonyával összefogva, a szülőkkel együtt közös döntés született arról, hogy ettől az évtől kezdve baptista fenntartásban működik ez az intézmény. Nagyon örülünk ennek a bizalomnak, és igyekszünk helytállni ebben. Nyilván először azért voltak kérdéseim, meg olyan végül is bizonytalanságok voltak bennem, hogy az rendben van, hogy én így gondolom, hogy jó lenne ez, de hogy majd együtt ezt hogy fogjuk eldönteni, és hogy fog ez az egész majd, hát végig is minden fórumon majd végigmenni, azért ott azért voltak kétségeim. Illetve hát magamba biztos voltam, úgy az első 2-3 alkalom után, miután találkoztam a oktatási igazgatóval, csak azt szerettem volna, hogyha ezt mindenki így látja, illetve azt az oldalát látja, hogy amit ők mondanak és ígérnek, az tényleg úgy van, és ez egy jó dolog lesz, ha elindul. Nekem nagyon nincs kedvenc tanárom, mivel minden tanárt másért szeretek. Például a matek tanárunkat azért szeretem, mert tud humoros is lenni, vagy ugye a régi
természettudomány tanárunkat, ő is nagyon humoros, el tudta viccelni a dolgokat, de azért maradt, hogy legyen tanítás, vagy hogy maradjon meg az anyag. Például a rajztanárunkat azért szeretem, mert ő tud szigorú is lenni, és tud, hogyha mi együttműködünk vele, akkor ő is megenged dolgokat. Olyan érzések vannak bennem, hogy most ugye többet tanulhatok, továbbfejleszthetem magamat abban, amit szeretek csinálni, ugye a rajzolásban, mivel jövőmet akarom tényleg építeni, és már el is terveztem, hogy mi akarok lenni, hogy mibe akarok fejledni a rajzolásban, és hogy animátor lehessek. Azért tanulok, azért építem bele minden időmet, minden tudásomat abba, hogy tovább tanulhassak. Tudjátok-e, milyen hosszú az elefánt ormánya? És a gólya, ha elrepül, vajon van-e honvágya? Tudjátok-e, mitől színes a szivárvány az égen? És mikor nem volt számítógép, mivel játszottak régen? Körülöttünk sok csoda észrevenni, felfedezni, megismerni segít majd az iskola. Tudjátok-e, melyik művész mikor élt, mit alkotott? És hogy a hatalmas égbolton, mely csillag van éppen ott, mitől tuta egy kishajós, mikor csónak vagy ladik? Hogyan élnek a busmanok, s az igluban kilakik? Körülöttünk sok csoda, észrevenni, felfedezni, megismerni segít majd az iskola. Nagyon tehetséges tanulóink voltak, nagyon sok jogászt, ügyvédet, mérnököket adott ez az iskola a településnek, csak sajnos itt nem tudtak boldogulni. Tehát nem volt munkahely a katonai lőtér miatt, hiszen munkahely nem települt ide. Szeretnénk a baptista szeretetszolgálat kapcsolatait, lehetőségeit felhasználni arra, hogy a településen lévő tehetséges gyerekek jobban el tudják végezni a tanulmányaikat a környező településeken, és ne pejoratív értelemben használják a Tatár-Szentgyörgyi iskolát, hanem mint egy példaértékű iskola, ahol valahonnan fel tudott fejlődni. Szeretnénk azt, hogy lehessen ez egy olyan iskola, ami egyrészt jelentős akadémiát tud a gyerekeknek adni, de sokkal inkább az fontos számunkra, hogy segítsünk nekik álmodni, megvalósítani azokat az álmokat, amiket meg tudnak álmodni, hogy érezzék meg az Istennek a jelenlétét, az Istennek az erejét, hogy van hova kapaszkodni, akár mondjuk egy covidos, vagy bármilyen más egyéb nehézség jön az életükben, tudják azt, hogy hogyan lehet előre jutni. Mamám nagyon szeret mindig templomba járni, és akkor mindig hív magával. Párszor elmegyek, párszor nem. És amikor elmegyek, akkor jól viselkedek ott akkor a templomban. Egyszer néztünk olyan videót a hittanórán, hogy megmutatták a Szent Misét, hogy valójában hogy van. Ott volt Isten, meg az angyalok. És ilyen hosszú haja volt a Istennek, azt hiszem, meg ilyen hosszú haja, ilyen kb. Eddig ért. Úgy tudom elképzelni, hogy ő föntről minket néz, hogy ki mit csinál éppen, hogy van. Nem látjuk, ezért ugye nehéz elképzelni, de az biztos, hogy mindent lát, és hogy mindenkit szeret. A tanári kar nem teljes, vannak hiányzó tanárok minden évben, így sokkal jobban igénybe vesz bennünket az, hogy a feladatokat el tudjuk látni. Így tudja a gyülekezet is egy részben támogatni, akár korepetálásokkal is a tanároknak a munkáját. Tehát, hogyha vannak olyan gyerekek, akik problémásak, és nehezebben megy nekik az akadályok vétele, akkor küldhetik hozzánk őket, szívesen foglalkozunk velük, segítjük őket korrepetáljuk őket, és így veszünk mi belülről részt az iskola életében még, és a tanárokat pedig lelkileg próbáljuk támogatni a munkájuk végzésében, hogy időközönként eljövünk hozzájuk, bátorítjuk őket. És remél, ez a szeretet mindennél több bevér. Tudod, a szeretet nem fogy el sosem, mert ez a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél, a szeretet mindent.